A múlt század közepéig a drávaszögi táj szerves részét képezték a különböző mezőgazdasági munkástelepek, az úgynevezett puszták. Az egykoron mintegy 15 kisebb-nagyobb falucska közül mára a legtöbb eltűnt, és csak néhány lakatlan ház bizonyítja, hogy egykor ott is emberek éltek. Baranyában azonban mindenki ismeri a puszta kifejezést, de már csak kevesen vannak azok, akik ott éltek, akik a pusztában születtek, és ifjúságok legszebb napjait ott töltötték. A Duna 19. századi szabályozása után a Bánihegy és a Kopácsi rét között hatalmas területek váltak kiváló mezőgazdasági földterületté. Albrecht főherceg az akkori beljei uradalom tulajdonosának parancsára a lecsapolt területeken intenzív termelésbe kezdtek, melyhez sok munkaerőre volt szükség. A munkások számára külön településeket hoztak létre, és így alakultak ki a puszták. Egy-egy ilyen pusztán több száz lakos is élt, akik reggeltől estig a földeket művelték, kezdetben kézzel és állatokkal, majd gépekkel. Sermesics Mátyás és Rozália, Katalin puszta egykori lakosai így emlékeznek vissza azokra az időkre. Volt ott minden munka. Ő volt kocsis is. Bérös is voltam, először bérös voltam. Ottan keveset dolgoztam, akkor elmentem kocsisnak. Akkor ott voltam 2 évig így valahogyan. Aztán meg elmentem a gőzgépre dolgozni. Aztán meg már jött a mechanizáció, jöttek a traktorok, akkor ezeket a gőzgépeket félretették. Mondják, nem kellenek többet, és akkor onnantól elmentem traktorisnak. Akkor otthon traktorista voltam egész... Nyugdíjig. Hát nem nyugdíjig, mert voltam, a sofőr is voltam. 4 évet, vagy 5-öt, így valahogy voltam utoljára. Dolgoztam, mondom, sokféle munkát ottan. A drávaszögi puszták különleges gazdasági és társadalmi közösségek voltak vidékünkön. Katalin puszta sok nemzetiségű falu volt, de 1945 tájékán még többségében magyarok lakták. Ottan, ahol mink laktunk, éppen az éjjel számogattam, ott volt, mikor én oda kerültem a Mátyáshoz, ott volt egy zágorec, az Ignác. Az volt ottan. A Pecsenka magyar volt, mink magyarok voltunk, a Patai magyar volt, akkor a Fújtorozi magyar volt, meg az a Simon János bácsi magyar volt. Ott a legtöbben voltak magyarok. Na, a háború után, mikor már háború, második világháború, ugye kész volt, akkor a magyarok sokan el is mentek már. Akkor jöttek szerbek, bosszánácok, horvátok, ezek mind onnan külül, fölül jöttek ide, mert itten volt munka. De sok német is volt, német család, nagyon sok volt. Na, németök oda jöttek. Azok is jöttek a háború alatt ide, mikor a háború kész volt, akkor Albertról, meg mit én tudom, minden körül, innentől kimentek, kihajtották, ahogy mondják az, akkor oda jöttek és ott laktak. A puszták virágkorukat a II. Világháború után élték. Fejlődő társadalmi élet, mozitermek, egészségházak, kulturális intézmények épültek, és labdarúgó egyesületek is alakultak. Amióta mikor csinálták a domot, még talán 55-ben, 6-ban csinálták meg a domot. Hát úgy, ha. Minden szombaton volt zene. Minden szombaton, aki akart, az mehetett táncolni, muzsikálni. Hát mondom, hogy a társaság volt mindig. Na, azt mondta, abban nincs kizárás, ugye? De, hogy mondjam, máskülönben így, nem volt úgy, hogy a nép nagyon az haragudott valakire, vagy valami. Szegénység volt, nagyon nagy. A puszták történetével többen is foglalkoznak, számos könyv is született már a témában. Katalin puszta történetét kutatja annak egykori lakója, Pavics Andrija is, akivel ott jártunkkor véletlenül hozott össze minket a sors.
Andrea elmondta, hogy Katalin puszta, Frigyesföld, Mitvár, Bokroshát, Keskenyerdő, Tökös és Jesszeföld lakosai akkoriban egy összetartó közösséget alkottak. Ennek az összetartozásnak ma már csak a Jesszeföld határában lévő temetőben látjuk a nyomát, ahova a puszták lakói temetkeztek. Voltunk talán egy 400-an, talán így valahogyan, ugye? Hát... Na, így valahogy, 400, így valahogy voltunk, de hogy mondjam, meg voltunk ottan, hogy a népek jobban tartózkodtak, ha akár is nagy szegénységbe értünk, mert nehéz munka volt ottan dolgozni, reggel 6 órától, este 6-ig. Ahogy mondja, a nap kijött, a nap ment le, a munka az nehéz volt. Meg szegénység volt. Nagy szegénység volt. A számos drávaszögi pusztából ma már csak néhány maradt fenn. 2011-es népszámlálási adatok szerint Jesszeföldön, vagyis Jászenovácon 35-en, Szokolovácon, azaz Katalin pusztán pedig 14-en éltek. E két puszta lakosait ma egy kézen meg lehet számolni. Sermesicsék is a közeli hercegszőlősre költöztek. Ott ahogy én egy éjjel számoltam, amikor nem bírok aludni, akkor eszembe jön minden, akkor számolom, 95 lakás volt. Hát akkor ott voltak gyerekek is, meg hát ott voltak sok nép, na hát. És mind nagyon jók voltak. Mikor ide gyűjtem, én Szlovéniába is, magyar iskolába mentem, még itt is Mirkovácon volt iskola, magyar, mind oda mentünk, volt horvát is. Csak ő is magyarban, meg én is magyarban. Volt valamilyen Vera tanítónéni, egy áldott asszony volt az, nagyon jó asszony volt. Ott jártam 4 osztályt ki. Akkor Katalin pusztán is csináltak a barakba iskolát. Barak most már nincs ott, semmi nem látszik. Én 51-ben mentem oda. 9 éves voltam, amikor a testvérem idehozott. A rohamosan fejlődő mezőgazdasági termelési technológiák és a nagy ipari létesítmények létrehozása a nagyobb településeken, az egykor növénytermesztési és állattenyésztési központokként működő puszták fokozatos elhagyását okozták. De az iskola, az egészségügyi és egyéb intézmények megszűnése, valamint az árvizek is felgyorsították a pusztulásukat. Egyébként Katalin puszta is innen kapta a nevét, ugyanis a két kisebb, már-már tanyaszerű falucska, Almás puszta és Tapolca puszta 1880-as egyesítésével jött létre. A kezdetben Rampelföldnek nevezett falucskát 1926-ban Katalin napján árvíz sújtotta, melynek emlékére a települést attól kezdve Katalin puszta néven kezdték illetni annak lakói. Ezen a házon még egy tábla is mutatja az 1926-os áradás magasságát, de nem ez volt az utolsó természeti csapás, amely sújtotta. 65-ben, mikor jött az a vízállás, akkor a apámat kivittünk Albertra, ottan volt üres lakás, ott volt a sógorom, meg a testvérem, akkor ők találtak ott lakást, ott úgy, hogy ott is maradtak Alberton. Azután. Na, akkor itten, mikor voltam, akkor már mink is ide jöttünk, 77-be. Úgyhogy a puszta eltűnt. Na, de szép volt azért, szép volt ott. Akár ki mit mond, lehet, hogy mindenkinek nem volt, de nekem nagyon szép volt ott. Nem tudtunk semmit, de tudtunk úgy élni, ahogy ott lehetett. A drávaszögi puszta világ egy letűnni látszó világ. Az egykor a drávaszögi táj szerves részét képező munkástelepek helyén csak néhány lakatlan ház bizonyítja azt, hogy egykor bizony itt emberek is éltek.